Decemberben is folytatódik a Gyulai Várciház kamaratermi program sorozata. Kucsere András vers illusztrációit egészen évvégéig tekinthetik meg az érdeklődők, de szerepet kap a komoly zene és a blues is. A hónap elején a Kelemen kvartett ismét hangversenyt ad. December 4-én egy világhírű együttes lesz újra a vendégünk, mondhatom, hogy most már hazajának, visszajának, hiszen Kelemen Barnabás nagyon fontosnak tartja az, hogy Gyulán is bemutatkozzanak, és a Kelemen kvartett koncertjére kerül sor délelőtt 11-kor középiskolásoknak adunk egy matiné koncertet, ahol nem csak a zene hangzik el, hanem beszélnek is a zeneművekről. Este 7 órakor pedig a nagykoncerten egy országos turné keretében 7 várost érint ez a turné, ennek egyik állomása Gyula, és itt mutatkozunk be a világkérű Kelemen kvártett. Egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadás követi a komoly zenei programot, ahol Szendi Gábor a paleo rendel kapcsolatos tévhiteket oszlatja el. Előadásában a civilizációs betegségek megelőzésére hívja fel a figyelmet. Étkezési tanácsok után újra a zenéi a főszerep. Gitárvarás címmel egy jazzgitárost, Juhász Gábort hallhatják a zenebarátok. December 17-én egy karácsonyi koncertre kerül sor, méghozzá egy különleges koncertre, aminek az a címe egy gitárvarázs, ugyanis főszereplő az elektromos gitár lesz. Az elektromos gitár története, amely az 50-es évektől szédületes karriert futott be, és a modern zenének egyik legfontosabb hangszere, Hát gondoljunk csak a rockzenére, vagy a popzenére, gitár nélkül szinte elképzelhetetlen bármelyik együttes fellépése. Az utolsó előadás egy vígjáték lesz, ami egy vásárcsarnok életét mutatja be. A csemegepultos Pultos Naplója című vidám darab főszereplője, Ötvös András, ő eleveníti meg Gerlóci Márton regényének főhősét. A kamaratermi programok januárban is folytatódnak.